nagyon sokat rajzolt. Amikor én megismertem, akkor Sándor rajzmappával járt a hóna alatt, parkba, kávézóba, fodrászüzletbe, koncerten, állandóan rajzolt, tanulmányozva az emberi alak kifejezési lehetőségeit. És a rajz, mint eszköz, a vonal, mint eszköz, hogy mire képes. Dédelgette egy színt, egy formát, ahogy nagyon sokféle réteget, többféle réteget egymásra tesz, transzparensen, kevésbé transzparensen, és olyan különleges anyagszerűségeket hoz ki, és ő ezt érezte, hogy ezt a fajta belső indítékot tudja tovább variálni a kerámia világán keresztül. Mit nevezünk művészetnek? A formák bonyolult hidegségét, ami valami lelket akar belepréselni a nagyszerűségbe? Vagy pedig a lélek tagadó vagy halk beszédű szellemességét, amely keresetlen formákkal a felszínre teremtődik? Lehet, hogy amaz a tudás, de elmez a teremtés. Vagyis az a művészet, amely magával ragad. Amelyik nem mint szobor, csak nem megszólal, hanem mint lelki állapot, mint titoksejtés, mint lelki párbeszéd hat ránk, és sokat mond önmagáról, s a nagy kifejező szemeivel szinte magába szívná a mi kis egyszerű lényünket is.